Mennyire látható a ló szemében egy havas táj, itt van a hó, itt vannak a hegyek, és itt látható három alak, többek között én is a középső, aki fotózom. Ez csak így hangulat ébresztő. Aha. Jól van. Nagyon örülök neki, hogy itt vagytok. Egy negyed pillanat már csak annyi van, hogy beállítom, és hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kutyuló Szabadiskola Lovas Akadémiájának az előadásán. A mai alkalommal egy nagyon érdekes témáról, a lovaknak az anatómiájáról és élettanáról fogunk beszélgetni. A lovakról azonban a történelmük nélkül, a lovak anatómiájáról, a történelmük nélkül nem érdemes beszélni, hiszen tudnotok kell azt, hogy a lovaknak a kialakulása az egy több évezredes, hosszú-hosszú folyamat volt. Már az ősember korában barlang rajzokon lehet látni szép gracilis állatokat, szép kecses állatokat, amelyek feltehetően őslovak lehettek. Ezek az őslovak jelzik azt, hogy feltételezhetően nem csupán, ahogy eredetileg gondolták Ázsiában, hanem a világ más tájaikain, Európában, illetőleg Amerikában is már a lovak külön egymástól elkezdtek fejlődni. És meg fogjátok látni, hogy milyen érdekes az is, hogy hogyan alakult egy körülbelül 25-30 centiméteres kiskutya-szerű lényből, tényleg akkor a pici lényből, ki ez a hatalmas 5-6 mázsás állat, vagy 8 mázsás állat, attól függ, hogy milyen lófajtáról van szó. Hogyan alakult ki ez a hatalmas nagy monstrum állat ebből az pici kis állatkából? Itt lehet látni egy kis grafikon alul, amelyik azt mutatja, hogy a lóftörténelem az bizony legalább egy 5000 évre megy vissza, akkor már az első, a lovaknak az ősei már elkezdtek fejlődni. És az is nagyon érdekes, hogy ezek akkor még 5 lábújjal bíró állatok voltak, ugyanúgy, ahogy a kutyák. És aztán szépen, ahogy egyre inkább az állat ezek közül az 5 végtag közül egyre kevésbé kezdte már a szélsőket terhelni, ezáltal már csak 3 lábúja maradt, és 2 csökevényes lábúja. Aztán utána szépen ezek is elkezdtek csökevényesedni, és ez a középső leg megvastagodott, és tulajdonképpen ebből alakult ki a pata, a páratlan ujjú pata, vagy más néven az az érdekes végtag, amivel a lovak is bírnak, és amit itt is láttok ezen az ábrán. Nézzétek meg, ugyanezt rajzban, hogy itt ezen az ábrán látható, hogy itt még 3 lábúj van, aztán itt szépen elcsökevényesedik a 2 szélső, és utána már semmi más nem marad, hanem csupán egyetlen egy lábúj. És ez nagyon érdekes, hogy valóban lábúj. Ha hisztek, ha nem, a lovaknak a lábvége teljesen megegyezik az embernek az ujjával. A köröm az nem más, mint a pata, a lónak a patája. A benne lévő ujjacska, ujjpercecske, az a lónak az utolsó ujjperce. A kéz középcsont, illetőleg a kéz ujjpercek pedig egyre fölfelé vannak, de ezeket majd mindjárt megmutatom nektek. De először is szeretnék egy pár érdekességet mesélni. Ki gondolta volna, hogy az Eohippus, ez az 52 millió évvel ezelőtt élt 25-40 cm-es marmagasságú állatka, amelyiknek az első lábán 5, a hátulsó lábán 3 ujjacska volt. Nézzétek meg, 1, 2, 3, 4, 5 az első lábon, és 3 a hátson. Ez nem más volt, mint a lovaknak az őse.
De még ezek az állatok sem hasonlítanak a Phenacodus és az Orohippus, amelyiknek már az első lábán 4 volt, tehát kezdett már elkopni, úgymond a lábujjak száma 50 millió évvel ezelőtt élt. Aztán, ahogy időben kezdünk egyre közelebb jönni a mai korhoz, a Epihippus, illetőleg a Mesohippus már marmagasságban egyre magasabb lett, 60 cm, fél méternél is magasabbra nőtte, elérte, és egyre inkább, hogyha megnézitek, már kezd azért hasonlítani a lóra. És a kis ló nagyságú és a lovak jellegzetességét már minden tekintetben magán hordozó Miohippus, illetőleg a Parahippus, ezek már mondhatni a mai élő lovaknak az igazi ősei. És itt látható a Hipparion és a lovak közvetlen őse. A lovak tulajdonképpen az Equus caballus, a jelenleg fajként, lófajként nevezett ló, az tulajdonképpen Észak-Amerikában, az észak-amerikai kontinensen kezdett kialakulni, és ez tulajdonképpen a mai házi ló. Ezen belül, mármint hogy ugye a háziasított lovon belül a különböző lófajok, fajták, ismerünk, a legkülönbözőbb lófajtákat, ebben most nem menjünk bele. Az fontos tudni, hogy a lovak emlősök, ami azt jelenti, hogy a tejecskéjükkel nevelgetik a kicsinyeiket. No persze azért egy lónak nincsen annyi teje, mint mondjuk egy tehénnek, amelyiknek akár 30-40 liter teje is lehet. Egy lónak jó esetben 6-8-9 liter teje van, de nincs is olyan nagyszámú utóda, illetőleg a tehenekhez képest a állatnak a térfogata sem olyan nagy. A páratlan ujjú patásoknak a rendjébe a lóférék családjába tartozik, és a vadló, a zebra és a szamár rokona. Hát, hogyha a ló anatómiáját nézzük, akkor tudhatjuk, hogy ezért nem ennyire egyszerű, mint ezen a egykori történelmi ábrán kiterítve lehet látni egy lovat, illetve a ló vérkeringését. Bizony azért nem ilyen egyszerű, hogyha megnézzük, ugyanúgy, ahogy a kutyáknál, és aki esetleg itt volt már a kutyás előadáson, az hallhatta, hogy a lónak különböző testtájékai vannak. Ezek a testtájékok különösen a ló esetében nagyon érdekes kifejezésekkel vannak illetve, például a faróklépa, vagy a szalugesztenye, vagy akár csak a szár, illetőleg a különböző elnevezések, a sörényél, vagy a sörénytarkó. Ez kifejezetten ugye a lovakra jellemző kifejezés, lovakra használatos kifejezés. A lónak a vázát egy csontokból álló, hihetetlen, csodálatos szerkezet alkotja. Tulajdonképpen van a testnek egy fő váza, ez pedig ugye a gerinc oszlop, és azon van két úgynevezett függesztő öv, ez a hátulsó végtag függesztő öve a medence, és az előső végtag függesztő öve a lapocka. Itt láthatók ugye a nyakcsigolyák a koponyával, a mellső végtag a felkarcsont, alkarcsont, combcsont, sípcsont, és akkor innét, ugye, tudjuk, hogy egy kicsit tudjuk azért követni az eseményeket, ugye ez a lapockánk az itt van, az embernek ez a felkarcsont, ez az alkarcsont, ami itt látható, és tulajdonképpen innét indul a lónak a lábtőcsontja, ami az embernek itt a kéztőcsontocskákkal azonos. És aztán jön ez a hosszú-hosszú csont, ez megegyezik az embernek, az ember kezének ezzel a csontjával, ez a lábközépcsont, ugye, embernek kézközépcsont, és ugyanígy a hátulsó végtagon is. Tulajdonképpen innétől kezdve ez a lónak a sarka. Ha hiszitek, ha nem, a lónak a sarka, ami nekünk ugye itt van a hátulsó részen, a lábunk alján, a lónak itt van fönt a sarka, és a teljes lábfeje, ami az embernek a lábfeje, az hihetetlen módon megnyúlt, a lábközépcsontok, és tulajdonképpen ez itt a három lábújperc,
a harmadik az már bent van a patában, a lónak a patájában. Ugye sokan összekeverik a patkót és a patát. Mi a különbség a patkó és a pata között szerintem? Patkó, lópatkó, az mire szolgál? Az amellett, hogy szerencsét hoz, szerintetek ki tudja megmondani nekem a lópatkót, amikor megpatkolják a lovakat? Miért patkolják meg a lovakat? Ha? Hogyha mennek mondjuk a kocsis lovak, kimennek az útra, na mondjad, miért patkolják meg a lovakat szerinted? Hogy jobban tudjanak menni. Így van, pontosan azért, mert ez a végtag tulajdonképpen egy ilyen, olyan, mint az embernek a körme, csak sok-sok-sok körön veszi körül ezt a csontot. És ez azért, mint a mi körmünk, ez is képes elkopni. Hogyha az ember mondjuk egész nap smirlizni a körmét, pillanatok alatt elkopni a körme. Ugyanezt történik a lóval, amikor jár, és megy a betonon, az igás lovak, a kocsis lovak, akkor bizony elkopna a patájuk, és ezért egy patkót, azaz egy vasból készült kis szerkezetet tesznek a lábacskájára, hogy ne kopjon el. Na, ez a patkó, a pata, az pedig ez a szaruképlet, tulajdonképpen a köröm, egy köröm anyaggal, ugyanazzal az anyaggal készült, mint a mi körmünk, azzal körbevett csontocska, ez a pata, és előfordulhat sajnos ez már nagyon súlyos betegség esetén, hogyha gyulladásba kerül, hogy kilép a ló a patájából. Képzeljétek el, hogy ez a csupasz csont kikerül ebből a kis cipőcskéből, és az esetek többségében már végzetes is a lóra nézve. Gyönyörű izmok fedik be a csontocskákat, ezek az izmok összehúzódnak, mozgatják ezt a hatalmas, nagy, csodálatos szerkezetet, ami a lónak a berendezése, a lónak a teste, és nagyon érdekes, itt látható a pata alulról, hogyha egy patát megfordítunk, és sokszor van úgy, hogy az embernek ki kell egy kicsit tisztogatni. Látjátok, hogy ez egy ilyen recés dolog, és hogy miért ilyen recés? Azért ilyen recés, mert ez pontosan olyan, mint egy edzőcipő. Az edzőcipőnek is azért recés az alja, hogy jobban bele tudjunk kapaszkodni a földbe, amikor fut az ember, vagy hegyet mászik, hát a lónak is, hogyha teljesen sima lenne, mint mondjuk egy üveg, akkor bizony a ló is csúszkálna föl alá. Ezzel viszonylag jól meg tud kapaszkodni, de legyünk őszinték, azért a lónak nem a legjobban kidolgozott testrésze ez a pata, eléggé sérülékeny, és bizony az háziasítás során nehezen tudott alkalmazkodni a ló ahhoz a környezethez, amiben az ember él. A puha, füves talajon ott nagyon jól működik, de a betonon bizony nem. Ezért kell ide az aljára, biztos láttatok már ilyen patkot, egy ilyen alakú vasat rá erősíteni, és hogy miért nem fáj? Azért nem fáj, mert a ti körmötök sem fáj, hogyha csak a szögeket itt a szélén ütik bele ebbe a körömbe, tulajdonképpen ez a lóköröm, akkor nem fáj. De ha bizony a lópatkoló mester rosszat csinál, és nem így üti, hanem így üti, és belemegy ebbe az erekkel gazdagon és idegekkel gazdagon ellátott úgynevezett írhába, akkor az rettenetesen tud fájni. És akkor bizony a patkoló mester könnyedén a szénakazalban végezheti, mert a ló akkor átrúg, hogy attól fordul a patkolómester. Nos, hogyha megnézitek itt oldalról, itt látható még jobban. Tulajdonképpen ez a három új csontocska, ez az embernek az ujjának felel meg. Látjátok, nekem is az ujjam, ahogy itt mutatom a árnyékképen, ugye három részből áll. Három, egy, kettő, három. Ez a három itt látható a pacinak, a három új percecskéje, és a harmadik új perc, a pata csont, az benne van ebben a cipőcskében, amit patának hívunk. Rendkívül ügyesen van kitalálva, mert hogyha megnézitek, itt a hátulsó részén van egy ilyen, mint a mostani edzőcipőkbe is már raknak bele ilyen rugalmas, ütésgátló szerkezetet, hogy az ütés fölfogja, és ne rázza szét az embert, amikor fut. Ugyanezt már a természet
több ezer évvel ezelőtt kitalálta, és a lovakat fantasztikusan, ügyesen szerkesztette meg, úgyhogy ez, illetőleg ezeknek az inaknak, amik itt láthatók, ezek itt végig a lónak a lábát fölül is, meg alul is beborítják ezek az inak. Nagyon erősek, ezek olyan, mint a cukorspárga, csak annál sokkal erősebb és sokkal rugalmasabb. Ezek ezt az egész hatalmas, nagy ruganyós testet fogják. Nos, annyit szeretnék elárulni még nektek, hogy a lónak a belsejében, ugyanúgy, ahogy a kutyáknak, vagy az embernek a belsejében vannak szervek, belső szervek. Olyan szervek, amik az különböző életműködéseket, életfunkciókat biztosítják. Itt például a lónak az emésztő szerveit láthatjátok. Hogyha a ló elkezd falatozni, akkor bizony a szájában már elkezd termelődni a nyál, ami ezt a finom szénát kezdi megemészteni. Tudnotok kell, hogy a ló az egy úgynevezett menekülő állat. Tudjátok, mit jelent ez? Miért kell a lónak menekülnie? Mert a ló is zsákmányállat. A ló az bizony az életének, vagy a pályafutásának, történelmének a több ezer éve alatt mindig menekülnie kellett az ellenségétől, a ragadozó állatoktól. És bizony ez az oka annak, hogy a ló és a növényevők úgy általában arra rendezkedtek be, hogy gyorsan teletegyék a gyomrukat, bár érdekes módon a lónak nem olyan nagy a gyomra, mint mondjuk egy tehénnek, amelyik akkora lehet, képzeljétek, és ráadásul annak négy gyomra van a tehénnek, a szarvasmarhának, négy gyomra van, a bendő, a recés gyomor, a százrétű gyomor és a zoltó gyomor, és ezek közül csak a negyedik gyomra valódi gyomor, az az úgynevezett oltógyomor, viszont a lónak csak egy gyomra van. Annak nem összetett a gyomra, és a térfogata sem olyan nagy, de mégis arra rendezkedett be, hogy hirtelen gyorsan legeljen, és közben lesegesse, hogy mikor jön az ellenség, mikor jön az őt leteríteni akaró ragadozó állat, és minél gyorsabban elhagyja a veszélyes területeket, ahol könnyen meg lehet őt látni. Tehát, amikor a ló emésztő szerveiről beszélünk, akkor tudnotok kell, hogy a ló arra rendezkedett be, ugye nekik eléggé hosszú az emésztő rendszerük, arra rendezkedett be, hogy gyorsan bekajál, telerakja a bendőjét csomó-csomó növényel, füvekkel, meg különböző növényi eredetű táplálékokkal, és akkor egy picit félre vonul, és az emésztő rendszerében, a vastag bélben, vékony bélben, először utána meg a vastag bélben megemészti azt a sok-sok finom táplálékot, amit fölvent. Három helyen történik tulajdonképpen emésztés. Egyrészt már itt a szájüregben, a nyálmirigyek, amikor nektek azt mondom például, hogy citrom, mi jut eszedbe? Érzel valami? Citrom, savanyú citrom. Összefut a szádban egy picit a nyál? Na hát, ez történik a lónak is, amikor meglát egy gyönyörűséges legelőt, ahol finom, friss széle várja, vagy pontosabban ott még füvek. Lóhele például, akkor bizony elkezdi enni, de már előre elkezd csurogni a nyála. Ebben segítenek neki az emésztő enzimek, amelyek itt fönt vannak a szájüregben, a nyálmirigyében. A táplálék lejut a gyomorba, a nyelőcsövön keresztül, viszont az is érdekes, hogy a lónak a nyelőcsöve nagyon éles szögben, látjátok, itt, hogy szinte teljesen meredek szögben, éles szögben csatlakozik be a gyomrába. Ezért van az, hogy a lovak nem tudnak hányni. Nagyon érdekes, nagyon kevés olyan állatfaj van, amelyik nem képes arra, hogy hányon, de a lovak ide tartoznak. A lovak nem tudnak hányni, mert ez olyan éles szögben csatlakozik a gyomrukban a nyelőcső, hogy nem tud visszafelé a gyomortartalom ürülni. Ezért van az, hogyha egy ló, például a lónak fölpuffad a gyomra, az nagyon-nagyon veszélyes, életveszélyes lehet, mert nincs hova táguljon, nincs hova ürüljön ez a sok-sok gázzal teli takarmány. Nagyon érdekes az is egyébként, hogy a lónak, látjátok, ez a nagy-nagy ilyen zöldes színű berendezése, ez tulajdonképpen a vak bele,
itt is nagyon komoly emésztési feladatok zajlanak. A hasüregben található még a máj, amelyik ugyancsak az emésztésben és a méregteintésben segíti az állatot, illetőleg a vese, amelyik a fölöslegesen fölvett sok-sok folyadékot kiszűri a szervezetből és kiüríti pisi formájában. A végbélben szépen összeáll a sok már szépen a tápanyagoktól megszabadított ürülék, a lókaki, és azt szép nagy bogyók formájában a környezetébe üríti az állat. Érdekes módon más szaganyagok csatlakoznak a lókakihoz, mint például a húsevők esetében, ezért egészen más az ürüléküknek a szaga is. Mennyivel kellemetlenebb egy oroszlán barlangba bemenni még mondjuk az állatkertbe, egy húsevőhöz, amely, vagy akár a majmokhoz is, azoknak nagyon büdös az ürülékük, míg egy lókaki, hát az még úgy, nem azt mondom, hogy parfümillat, de azért az még elviselhető. Na lépjünk tovább, és egy nagyon érdekes dolgot mesélek el nektek. A lónak a fogazata az olyan érdekes és olyan összetett, kifejezetten a növény evésre lett kitalálva. Ezek a zápfogak, itt láthatók ezek a felső zápfogak, előzápfogak, illetőleg itt látható, nézzétek meg, hogy még egy nagyon pici kis farkasfog is látható, itt láthatjátok ezt a farkasfogat, ezek az úgynevezett kaninuszok, és itt vannak elől a metszőfogak. Ezek a fogak, ezek, és az egész fogazat úgy van kitalálva, hogy a növényt könnyen el tudja ragadni, tehát amikor tépi, akkor tulajdonképpen ezzel a két metszőfogával fogja, és mint a fűnyírógép, mint egy kasza, nyisz, elvágja a füvet, szépen beemeli a szájába, és ezzel a hatalmas őrlő berendezéssel elkezdi őrölni a fogacskával, elkezdi őrölni a növényi táplálékot. Egészen vastag fa ágakat és gajakat is pillanatok alatt el tud reszelni ezzel a nagyon érdekes fogazattal. Miért? Azért, mert ez redős zápfog. Az azt jelenti, hogy a felszíne az olyan, mint egy ráspolynak a teteje, össze-vissza van redőzve, és ezek a redők a közéjük kerülő táplálékot nagyon szépen fölaprítják, összezúzzák. Az is látható még, majd még erről mesélek nektek, hogy a szemgolyó ebben az üregben foglal helyet. Tehát eléggé furcsa módon előre néz, majd fogjátok látni, hogy ez némi hátrányt is jelent az emberrel, és a mondjuk a ragadozó állatokkal ellentétben a lónak. És itt látható egy pici kis nyílás, nézzétek meg, itt mutattam fönn, ez a lónak a hallójáratának a vége, tulajdonképpen itt kezdődik a belső fül, itt mennek ezek kis nyíláson be a hangok, hanghullámok, hogy aztán a tudatosulva az állat a hangot meghallja. És nagyon érdekes az is, hogy az orrüregben ilyen nagyon finom kis járatok vannak. Pont a minap hallottam a rádióban, képzeljétek el, egy férfi azzal mutatványozott, hogy egy szöget, egy ilyen hosszú szöget bevert az orrába. Meg tudja ezt csinálni? Meg tudja csinálni, ez bárki meg tudja csinálni, nem ajánlom nektek, hogy próbálkozzatok vele, de ti is meg tudnátok csinálni, mert tulajdonképpen a orrban lévő járatok közül a legalsó, csak most ezt nem látjuk itt mögötte, az egyenesen itt ezen a nyíláson keresztül a száj üregbe vezet, tehát tulajdonképpen, hogyha valaki itt az órán keresztül egy szöget be akar ütni, akkor még szerencséje van, akkor pont a szájüregébe jut. Tehát csak úgy tudja megcsinálni, hogyha a legalsó órjáratban viszi végig ezt a szöget. Hát érdekesség a lovaknál, hogy nagyon-nagyon hosszú és nagyon nagy orrüregük van, ezért a szagokat nagyon-nagyon jól érzékelik a nagyon gazdag vérelekkel, gazdagon ellátott ornyákkal hátján keresztül. És milyen érdekes, hogy most ezekről a metszőfogakról beszélünk, hogyha innét előről kihúznánk egy fogacskát, és ezt a metszőfogat, ezt közelebbről megnéznénk, akkor a következőt látnátok rajta.
hogy van a tetején is egy ilyen lukacska, és tulajdonképpen a belsejében is, ez itt a gyökere, ez a gyökere fognak, és a belsejében is van egy üreg. Ebben az üregben vérerek vannak, és idegek vannak. Ezért van az, amikor hallottátok már azt, hogy apu elment idegkezelésre, vagy anya elment a fogorvoshoz idegkezelésre. Az nem azt jelenti, hogy az idegei már, hanem azt jelenti, hogy ebben az idegben ugye nagyon fájdalmas, hogyha odáig a fog megsérült vagy elkopott, akkor szépen belefúrnak, és tönkre teszik ezt az ideget, hogy ne fájjon neki, a későbbiekben betömik, ezt hívják gyökérkezelésnek, vagy gyökértömésnek, és utána már ezzel nincsen gond, nem fáj. Viszont a lovak esetében is hasonló a helyzet, de egy idő után már itt elhalnak az idegek, egy nagyon öreg 20-30 éves ló esetében már ezek az idegek már nem fájnak, mert kopik a fog, hozzalmas lenne, hogyha folyton fájna neki a foga, itt már ő nem érez, de ebből az érdekes jelenségből, hogy a fog felső részén is, és az alsó részén is van egy üreg, ráadásul lefelé szélesedő üreg, annak az üregnek, ahogy kopik a fog, nézzétek meg, itt mellette vannak ezek a kis képek, föntről, hogyha föntről ránézünk erre a fogra, akkor föntről mindig azt látjuk, hogy ugye, hogy itt ez az üreg, ez egy 5 éves lónál még pont látható, ez a felső, aztán utána eltűnik, a 6 évesnél például már szinte teljesen eltűnt, nézzétek meg, ez az üreg, mert hogy már ideig ért a végéhez, és egy idős állatnál, egy 9 évesnél ez az üreg megszűnt, és elkezdődik egy másik folt megjelenni a fogán. Ezért van az, hogy amikor egy igazi ló szakértőt visznek egy lovat, és meg így fogja, szétnyitja a száját, megnézi a fogait, és azt mondja, hát ez már legalább 9 éves ez a ló, vagy azt mondja, 10 év fölött van ez a ló. Hogyha ez egy igazi ló szakértő, akkor valóban meg tudja mondani a fogáról, hogy az egy igazi ló, vagy hogy mennyi idős az a ló. Tehát ajándéklónak is nézed a fogát, mert a fogáról tudod megmondani, hogy mennyi idős az az ajándékló, és akkor tudod meg, hogy jó lóra tettél-e vagy sem. Milyen szép a magyar nyelv, ugye mennyi mondásunk van a lóval kapcsolatban? Jó lóra tettél, ajándéklónak ne nézd a fogát. Ki tud még mondani nekem esetleg ilyen szólásmondást? Na, lovasat, lóval kapcsolatosat. Meglovasít! Hallottátok már ezt a... Meglovasították a pályaudvaron, a éjszakai váróhelységből meglovasították a kályhát. Az mit jelent vidéken? Azt jelenti, hogy elvitték, elcsorták, ellopták onnét a kályhát. Nos, a lónak a látása még érdekesebb, mint a fogazata, mert hogy a ló látásánál azt kell tudnotok, hogy a ló színvak. Jó, nem teljesen színvak, mert azért látható, hogy a sárgát, a pirosat, picit a pirosat, a narancssárgát, a sárgát és a zöldet, azt elég jól látja. De azon kívül sajnos a kéket, a lilát, a liláskéket egyáltalán nem látja, úgyhogy ha lószemmel akarnátok nézni egy akadályt, akkor a ló körülbelül így látná, nézzétek meg, mint itt. Tehát körülbelül ilyesmi, ilyen elég gyönge színlátó, ami azt jelenti, hogy azért egy lónak szerintem nem adnának ki jogosítványt, hogyha lovakon múlna, hogyha jogsítő, mert van a jogosítvány kiadásához, van ilyen látásvizsgálat, és azon belül, ha színvak az ember, akkor miért kell, hogy kiválasszák? Azért, mert akkor nem látja, hogy mikor piros, mikor zöld, mikor pedig sárga a lámpa, a rendőrlámpa. Na hát, hogyha a lovakon múlna, bizony a lovaknak egyik lónak sem adnának ki jogosítványt szerintem, mert bizony az embernek, a lónak a színspektruma az jóval szűkebb, mint az emberi. De ezen kívül mindenben túltesz rajtunk. Részben azért, mert a szemében olyan fényérzékelő receptorok, úgynevezett fényérzékelő kis egységek vannak, amelyek
ből sokkal több van. A ló szemében például 20-szor annyi van, mint a színeket érzékelő kis csapocskákból, ezért a ló éjszaka is nagyon jól lát. Azt is tudnotok kell még, hogy a ló ideghártyában, amely szembelsejében van, ott van egy nagyon érdekes ilyen fényvisszaverő réteg, ezért még jobban a sötétben lát. Mondhatni azt majd, hogy nem, hogy a ló az a bagolynak a látási képességeivel bír. Hallottátok már azt a szót, hogy lóbagoly? Én sem. Azt hallottam már, hogy hóbagoly, de az, hogy lóbagoly nincsen, ezt én találtam most ki, de ha megjegyzitek, hogy a ló az majdnem olyan jól lát, mint a bagoly, akkor szerintem már sokat tanultatok. És végül, de nem utolsó sorban, arról is kell meséljek nektek, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy ez a hosszú fej, ugye szokták azt mondani, hogy a ló csak előre lát. Hát igen, ez így van. Meg hogy a ló makacs, meg ilyesmi. Az is úgy van. De annak az az oka, hogy a ló, képzeljétek el, hogy a ló az csak előre felé egy viszonylag szűk ilyen V alakú szögben lát élesen. Tehát csak egy ennyit lát élesen, és hogyha megnézitek ezt az ábrát, ami pirossal van jelölve, azt a ló szépen élesen látja. Tulajdonképpen, hogyha itt én magam elé néznék, akkor titeket én még így pontosan élesen látlak, de már amikor így egy picit jobbra néznék, ha ló lennék, és ezt az akváriumot akarnám személyre venni, én még emberként tökéletesen látom, hogy neon halak úszkálnak ott a fejed mellett, gyönyörű piros-kék színnel, azért, mert ahogy az én szemem arra felé fordul, nekem nagyon jó szemmozgató izmaim vannak, és ezek a szemmozgató izmok az én szemgolyómat befordítják arra. Szegény pacik ezt nem tudják megcsinálni, mert nekik a szemmozgató izmaik sokkal csökevényesebbek, mint az emberi. Ezért kénytelen volt a ló más módon megoldani ezt a hiányosságot. Tudod, mit csinál a ló? Egyszerűen odafordulott. Tényleg ennyit csinál. Ezért van az, hogy amikor látjátok, majd kimegyünk a lóhoz és megnézitek, hogy megfigyelitek, hogy a ló hall valami hangot, abban a pillanatban tudod, és akkor rögtön néz a ló, de nem azért néz, mert ő a mügy olyan ijedős állat lenne, hanem azért, mert a szemének csupán ez az előtte lévő körülbelül ilyen 30-40 fokos szögű darabja éles. Semmi más nem lát élesen. És például, amikor a ló beugrik, láttátok már, hogy megy körbe a ló, megy körbe, szépen vaktat, és egyszer csak hirtelen egy mit tudom én, egy darázs, vagy egy cserebogárod zümög, és a ló hirtelen egy hatalmas nagyot ugrik. Miért? Azért, mert azt a skarabeusz bogarat, vagy nem tudom milyen bogarat, azt a krumpli bogarat, az hirtelen nagynak látja, azt hiszi, hogy ez egy madár, vagy egy ragadozó madár, mert csak egy foltot lát, és nem érzékeli pontosan, hogy ez milyen állat. Nos, tehát visszatérve, és van egy érdekes zóna itt körülötte, a ló előtt közvetlenül, és a ló környékén, amit egyáltalán nem lát. A nagy orra ugye eltakarja a közvetlen előtte lévő területet. Sokszor azért van, hogy a lovak könnyebben elbotlanak. Milyen szép a magyar nyelv, hogy a magyar nyelvben van erre is egy mondás, hogy négy lába van, mégis megbotlik a ló. Meg még van egy másik mondás, ami hirtelen eszembe jutott, hogy búsuljon a ló! Ki tudja befejezni? Elég nagy a feje. Hát bizony, búsuljon a ló, elég nagy a feje. Látjátok, hogy valóban elég nagy a feje, a személyhez képest legalábbis elég nagy. És ezért van az, hogy amikor a ló például egy kocsiba be kell, hogy léken, a lószállító kocsiba, akkor nehezen alkalmazkodik a szem a hirtelen a sötéthez. Ez is egy érdekesség, egy ló specialitás, hogy nehezen alkalmazkodik a sötéthez, és bizony ilyenkor megijed a ló. Mindentől fél, ami hirtelen jön, mindentől fél, amit nem lát élesen, mindentől fél, amihez nem tud hozzá alkalmazkodni. Amikor te bemész mondjuk egy világos helyről egy sötét helyre, a spájzba, mondjuk késő este, akkor hirtelen te se nagyon látsz, de nem esel kétségbe, hogy nem találtad meg a kedvenc barack dzsemmedet a polcon, mert tudod, hogy várhatsz egy pár másodpercet, egy fél percet, és akkor már lehet, hogy meg fogod látni, mert alkalmazkodott a szemed hozzá. Mi történik ilyenkor az alkalmazkodásnál? A pupilla kitágul, több fényt erez be a szemébe,
ezt a szegény ló azért úgy kénytelen kompenzálni, hogy ő ijedőssé vált. Tehát megijed a sötétben, neki több idő kell, több türelem kell ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a hirtelen megváltozott fényviszonyokhoz, illetőleg a fejét kell változtatnia. Emeli, sokszor van így, hogy a ló így fölemeli a fejét, vagy éppen nagyon leszegi a fejét, azért, hogy rá tudjon könnyedébben fókuszálni, nézzétek meg, hogy itt a fénysugarak, hogy a szemébe bejutnak, ezzel kénytelen a fejének a mozgatásával, a szemének, szemmozgató izmainak a csökevényességét pótolni. Azonban, ha már a szeme egy kicsit gyöngében sikeredett, mint mondjuk egy lókáé vagy egy farkasé, ezt a hiányosságot a látás tökéletesen, a látás hiányosságait a ló hallása tökéletesen pótolja, ugyanis a ló sokkal jobban hallja például a magas hangokat, a magas frekvenciákat. Míg az ember kb. 30 ezer és 19 ezer Hz között hall, addig a ló egészen 55 ezer Hz-ig, tehát egy nagyon magas felső tartományban, tehát a lónak egy ultrahangot is hallja. És az ultrahangot is hallja, így van. Az ultrahang spektrumban is, tehát, hogyha mondjuk egy ultrahang sípod van, azzal nem csupán a kutyádat tudod figyelemre buzdítani, hanem a lovat is, tehát a ló is hallani fogja. És még egy érdekesség, hogy azáltal, hogy láttatok a ló, amikor fülel, akkor külön is képes a két fülét különböző irányba tekerni, tulajdonképpen ezzel, mint egy lokátorra képes befogni a hangokat, jobbról, balról, tulajdonképpen rá fókuszál, rá koncentrál a hangforrása, és így képes a hangokat jobban meghallani, és ezzel a nagy töltséllel még jobban meghallani. Hát nem is beszélve a lónak a szaglásáról, és a lónak az ízleléséről, amikor a lovak például lovak elé oda tesznek egy vödör poshat vizet, tudod mit csinál a ló? Ott hagyja. Csak oda néz, szinte bele se szagol, csak így oda néz, egy-kettő ilyet csinál, és azt mondja, na jó van, hagyjatok már, hát ezt nekem ide, ezt adjátok nekem, hát én ló vagyok, nem disznó, mondja a ló, azért, mert a lónak a szaglása és az ízérzékelése az nagyon-nagyon jó. A nyelvében található ízlelő bimbó nagy számban vannak jelen, a orráról már beszéltünk, az ornyálkahártyán lévő érzékelő sejtek is nagy számban vannak jelen, és ezért van az, amikor a lovaknak a pár kapcsolatában, és amikor szerelembe buzdítják egymást, amikor azt mondja az egyik ló a másiknak, a Sanyi mondjuk azt mondja a Miriamnak, hogy Miriam, nálad gyönyörűbb kancát életemben nem láttam. És ez tulajdonképpen ezt úgy mondja, hogy csak így picit, hogy odaszagol, és azt mondja ennek a Miriamnak, milyen isteni lószaga van. Hát ez maga a ló mennyország azért, mert az orrukkal nagyon sok mindent ki tudnak fejezni, sőt sok esetben bizonyos illatokkal kommunikálnak is, kapcsolatot is teremtenek egymással, illetve hogy látjátok, néha nyalogatják egymást, mert még teljesebb lesz ez a szaglás élmény, hogyha még az ízérzékeléssel is összekötik. Hát röviden ennyit szerettem volna nektek mondani a mai alkalommal a lovaknak az anatómiájáról és a lovaknak az élettani sajátosságairól, és javaslom, hogy akkor most menjünk ki, és nézzük meg ezt mindezt életben, egy igazi élő mozgó ló esetében. Ha nem baj, egy nagyon rövid kérdésem lehetne, vissza tudnál menni egy olyan doktor úr, egy olyan 5-5-5, ezekről a belső szervek vannak. Igen. Ott ez, ez az, ez a parotid salivary gland, ott a nyelőcsőnek az elején, az a sárga, az micsoda? Ez az állalati nyálmirigy, ugye a nyálmirigyek a legnagyobbika, az a parotis nevezetű nyálmirigy, vagy másképpen állalati nyálmirigy, amelyik még van egyébként a állkapocs alatt is, itt látható, azt jelzi ez a másik, de ez a legnagyobb, ez a parotis, amelyik a nyálban lévő nyál, ami láz, az a szénhidrátok bontásában. Ugyanezen a képen még, ami talán annyira nem látszik, nem tudom, valószínűleg, hogy a májt akarja el, hogy a gyomra az mögötte van, azért igen, nem igen, látszik. Való, és van borrasztó nagynak látom a máját.
Igen, egy picit, ez nagyon érdekes, ez ekkora valójában, még nagyobb is lehet a máj. Ugye itt lehet látni, hogy itt mögötte van egy ilyen világosabb, az a gyomor, igen. Így van, és itt átsejlik a gyomor, és itt van a patkóbél tulajdonképpen, ahol belenyílik a vékony bél első szakaszába. Maga a máj egyébként közvetlenül a rekesz határán van. A hasüreget és a mellüreget egy éles vonal határolja, illetve választja el, egy nagy lemez, ami egy nagy hatalmas membrán az ember esetében is. Itt középen van egy nagy lemez, ami a mellüreget, a tüdőt és a légcsövet, valamint a mellkasban lévő szívet, illetőleg a hasüreget elválasztja. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Kérdés van-e még esetleg? Mutassam be nektek Imolát. Imola a lovasoktatónk, és éppen most fejeződött be egy lovasoktatás, és egy pár szót fog mondani erről a paciról nektek, és utána az anatómiáról egy picit így a gyakorlatban is mesélek. Tehát ő egy keverékló, és nem tudom, hogy ezt így tudjátok-e, de a lovaknál fehér ruh nincsen, úgyhogy szürke ló van csak, jó? Tehát ő egy szürke ló, körülbelül, hát nem tudom, 6,5, most nyáron lesz 7 éves, és egy abszolút iskola ló, egy 140 centi marmolgasságú ló, nem tudom, hogy meg hol van a marja a lónak. Na? Kérem, mondjuk azt, hogy milyen marmagasság. Azt úgy tudjátok megmondani, hogy amikor például ráugrik egy ragadozó állat, mondjuk Afrikában egy gazellára, akkor mit csinál vele? Marja! Hol marja? Leginkább itt kapja el a nyaka körül, és lerántja a földre. Ez persze csak viccesen segítek nektek, hogy megtanuljátok, hogy a mar az mindig itt van ezen a tájékon. Így van, tehát neki alig látható, egy kisebb marra rendelkező ló, de helyetben van ez a tájék. Hát körülbelül ennyit, amit egy ólnál lehet mondani. Természetéről? Természetéről? Hű, hát ő egy nagyon makacs ló volt valamikor, és nehezen kezelhető is volt, de körülbelül egy éve kezdtem el vele foglalkozni, és komolyan nevelni, és azután rengeteg fejlődésen mentünk keresztül. Nagyon szépen tudunk azóta együtt dolgozni, bármikor ki lehet próbálni, mert a szavak igazából csak szavak, de tettek meg önmagukért beszélnek. Figyeljétek meg, hogy most például én abban a zónájában vagyok a pacinak, amit meséltem nektek, ami teljesen vak, tehát amit ő nem érzékel, tehát ő most például nem lát engem egyáltalán. Ez egy vak zóna, szerencsére nyugisló, tehát nem fog elrúgni innét engem, de amint emlékeztek, a ló körül egy ilyen hal alakú kis kétszer fél oldalakú kis terület van, ahol egyáltalán nem lát a paci. Na most mielőtt elrágná ezt, egy picit közelebb hozom, és megmutattam nektek a szemnek azt az érdekes szerkezetét. Egyrészt, ami nagyon furcsa és ami nagyon érdekes, amikor ezt a lovat elhoztuk, ő volt az, amelyiknek... Nem, Dini. Dininek, a másik pacinak. Van a szemében, van egy nagyon érdekes kis jelenség, egy ilyen pigment anyagból, ilyen festék anyagból kialakult kis az is nagyon érdekes. Állítólag a lovaknál ez teljesen természetes, a pupilla nyílásuk előtt van, és azt a célt szolgálja, hogy látjátok, hogy azért emelgeti a fejét a lovak, nem azért, mert a lovak nem szeretik az ember közelségét, csak pont abban a zónájában vagyok, amit már ugye nem érzékel. Nézzétek meg, hogy érzékeli, hogy valami történik, nézzétek, hogy becsukja a szemét, tehát érzékeli, hogy valami történik, de nem tudja összerakni a képet. Ezen a része nem lát élesen. Körülbelül így lát élesen, tehát titeket most élesen lát, de semmi többet nem lát élesen. Na most még egyet szeretnék mondani, hogy a fogazatáról, amiről beszéltünk bent, de nem tudom, hogy ő neki hogy tudjuk kinyitni egy picit a szájacskáját.
Gyertek majd picit közelebb, nyugodtan lehet közelebb jönni. És megmutatja nektek Imola, hogy a paciknak a ezek a metszőfogak, ezek tulajdonképpen, ahogy mondtam nektek, a tápláléknak a letépésére szolgálnak, és ahogy az a két üreg, emlékeztek, amit mutattam azon az ábrában, a felső üreg, meg az alsó üreg, a pulpa üreg, tulajdonképpen itt már ezek szép lassan, ezek az üregek kezdenek összetalálni, és itt nagyon csöppet erőszakosabban, nézzétek meg, hogy így látjátok, hogy ott nem látszik annyira jól, nyilván ilyen erőszakosabban kéne megfogjam ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk, vagy belenyúlni a szájacskájába, de ott látható annak az alapja, ahogy kapik le. Na most a fülecskékkel kapcsolatban... Még a fogakról azért valamit elmondanám. Igen. Hogy ki tudja megmondani, mert szerintem van ennek, hogy volt az előadásomon, de ki tudja megmondani, hogy a fogak miről árulkodnak még. Nagyon-nagyon fontos dolog. Hát ugye bent arról beszéltünk, hogy egy dologról az életkoráról. Ez nagyon fontos, tehát az életkoráról így van, nagyon árulkodik. Minél jobban kifele nyúlnak a fogak, annál idősebb, annál jó. Tehát neki még lehet is látni, hogy eléggé merőlegesen vannak egymásra a fogak, szépen illeszkednek. Jó, tehát nem állnak picit. Linánál például már teljesen előre állnak a fogak. Jó. És ugye figyeljétek meg, hogy a hallásról beszéltünk, ugye a fülét. 10 piszegetek neki? Látjátok, hogy milyen jó kagylózik? Hát nem is jó, milyen szép megint ez a kifejezés a magyar nyelven, hogy kagylózik. A fül kagylót szépen abba az irányba fordítja, ahonnét jönnek a hangok. Még egy érdekességet akarok nektek mutatni. Lehet, hogy egy picit ehhez majd közelebb kell megint csak jöjjetek. A pacinak, hogyha az ember meg akarja nézni a patáját, ugye? A lábacskáját, akkor mindig úgy kell hozzáfordni. Először mindenképpen szólni kell. A lóhoz azért kell mindig úgy közelíteni, ahogy közelítünk, a szabályok szerint. Amit beszéltünk, hogy mindig egy picit szép, lassú mozdulat, tehát nézzétek meg, egy hirtelen mozdulat, rögtön becsukja a szemét, elkapja a fejét. Mindig lassú mozdulatokkal közelítünk, a jó kis szaglásával érezze a mi illatunkat, és utána szépen végig simítjuk egy picit a testét, hogy érezze, hogy ott vagyunk, tudatosítsa, hogy ott vagyunk. És akkor mellé állunk, és ilyen mozdulattal fölvesszük a lábát, rákocogtatunk a lábára, és hogy gyertek ide, hogy megmutatok nektek, hogy valóságban, hogy is néz ki, az úgynevezett ég. Pontosan olyan hús, meg ereg idegek vannak, mint az ember esetében. És ezért ez nagyon tud fájni. Tudjátok, hogyha megreped. Például előfordul, hogy itt keletkezik egy repedés rajta. Bereped, és akkor begyullad. Baktériumok fertőzik meg. Nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Ezért ilyen esetekben a lónak pihentetni, a lovat pihentetni kell. Be kell egy gyógyszeres kötést szoktak még rátenni. A régi emberek lapulevelet kötöttek ilyenkor rá. Úgyhogy ennyit kell tudnotok a paciknak a lábáról. És még egy érdekesség, ami az embernél nincsen, a paciknál viszont van. Azok, kérem szépen, a bőrizmok. Ki tudja, hogy mi az, hogy bőrizom? Na? Tudjátok, láttatok már olyan, hogy egy paci
mindig figyelni kell a pacira, és messze kell tenni a szerszámokat, nehogy levegye onni. Láttatok már olyan pacit, amire nyáron rámentek a legyek? Hogyan szabadult meg tőle? Kétféle lehetősége van. Farkával csapkodott, de hogyha mondjuk itt volt neki, és nem tudott máshogy oda nyúlni, a hátsó lábával vagy a mellső lábával vakarta meg? Vigyázz, beugratós kérdés. Na melyikkel? Egyikkel sem. A bőrizmokkal. Láttatok már lovat remegni? A lóbőrét nézitek meg? Így. Ilyet csinálni? Láttatok már? Ezt képzeljétek el, hogy a lónak a bőrében vannak olyan lapos kis izmok, ezek nagyon vékonyak, olyan, mint egy nejlonzacskó körülbelül, vagy picit annál vastagabb. Ezek a kicsi vékony izmok képesek arra, hogy nagyon gyorsan mozogjanak, és ezzel a gyors mozgással a parazitákat, legyeket, különböző kellemetlen vérszívó vámszedőket elriasszák a lónak a testfelületéről, és így módon a lóban lovat ne idegesítsék. Ezek a bőrizmok. Nagyon érdekes szerkezet. És hát a sörény is hasonló feladatot lát el egyébként, mert ez is ugye, hogy ide-oda leng, ez is azért egy picit tudja ezt is valamennyire mozgatni az állat, ez is azt a célt szolgálja, hogy elriassza az élősködőket és legyeket. Kérdés? Van-e valakinek kérdése? Nincsen? Akkor én kérdezek majd egyet, hogy ki tudja nekem megmondani, hogy a lónak milyen alakú a pupillája. Na, tudjátok mi? Na? Igen, meg is mondta. Nagyon érdekes, hogy még az embernek a pupillája, hogyha megnézed az én szememet, látod, hogy kör alakú, addig a kecskéké, nézzétek már meg a kecskékét, szögletes, és hogy a lóé milyen, ez lesz a házi feladat, jó? Úgyhogy ezt az interneten, vagy esetleg a ló szemébe benézve meg tudjátok majd állapítani, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok ma reggel. Kis számú, de nagyon lelkes csapat, és remélem, hogy legközelebb is eljöttök. Két hét múlva a kutyákról lesz szó. A kutya iskola fog egy bemutatót tartani, amire szeretettel várunk mindnyájatokat. Köszönjük szépen! És hogyha netán van közöttetek olyan, aki nagyon oldhatatlan vágyat érez arra, hogy lovas táborba vagy kutyás táborba jöjjön nyáron ide az Állatszigetre, azokat mind nagy szeretettel várjuk. Ezek a nyári táborok 5 naposnak közi otthonos táborok, ami azt jelenti, hogy reggel már 7-8 felé lehet hozni a gyerekeket, és egészen 5 óráig ügyeletben vagyunk. A szerdai napokon lesz kirándulás, egésznapos kirándulás, és a többi napon pedig a kutyuló táboron belül lesz kutyás tábor, ott értelemszerűen főként a kutyákkal foglalkozunk, de ott is lesz lovaglás. A másik táborban pedig főleg a lovakkal foglalkozunk, de azért ott is lesz egy kicsi kutyázás. Úgyhogy, ha akartok, mind a két táborba is jöhettek, szeretettel várunk, testvérkedvezmény is van, és reméljük, hogy a nyár egy szép élményét nálunk töltitek majd. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek! Igen, bent is vannak a recepciók.